A közönség a zongoraművésztől leginkább a jól megszokott klasszikus zenék átiratait, valamint saját szerzeményeit hallhatta. Az örömzenélés az összefogás és a jótékonyság jegyében telt, hiszen a koncert bevételét idén is a Makkói Kórház javára ajánlotta fel. Ugye tavaly 2 millió 370 ezer forint gyűlt össze, ez volt a minimum kitűzött cél, de úgy voltam vele, hogy nagyon jó lenne, hogyha ezt igencsak túl teljesíteném, és így a keddi számok szerint 3 millió 874 ezer forint gyűlt össze, de kedd óta is nagyon sok jegy elment még a délutánira, és még megtörténtek felajánlások, tehát azt gondolom, hogy súroljuk a 4 milliót. Az esten dr. Kallai Árpád, a Csongrád megyei egészségügyi ellátóközpont Hódmezővásárhely Makó főigazgatója vette át azt a táblát, melyen a befolyt összeg szimbolikusan szerepelt. A sürgősségi betegellátóosztály számára olyan új eszközöket vásárolnak majd heteken belül, melyek a betegek biztonságát még nagyobb mértékben garantálják. Olyan monitorokat fogunk vásárolni, amely az alapvető életfunkciókat nyomon követi percről percre, pillanatról pillanatra, és bármi változás ebben egy súlyos beteg esetében akár életmentő is lehet, hiszen a változásokat mindenféle hang és egyéb jelekkel biztosítja az ott dolgozó személyzet számára, és a beavatkozást gyorsan meg tudják tenni, amennyiben szükséges. Egy sürgősségi osztályon nyilván nagyon gyorsan és hatékonyan kell dolgozni. Idén több mint 80 támogató állt a jó ügy mellé, valamint Keresztes Ildikó és László Boldizsár, illetve számos makói tehetséges fiatal is. A koncertről készített hosszabb összefoglalónkat csütörtöki társalgó című magazinunkban tekinthetik meg.